Sziasztok és üdvözlő a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy sminkszelektálás, és ennek is az első része, mert ugye ez egy két részre bontott sminkszelektálás lesz. És a mai epizódban meg fogjuk nézni az alapozó korrektor, púder, pirosító, highlighter és szemhéj púder palettákat, hogy mi az, amit megtartok és mi az, ami kiszelektálásra kerül. Viszont mielőtt még belekezdenék. A második rész az valamikor holnap-holnap után lesz fönt, nem egyszerre rakom fel a kettőt. Másodrészt pedig, amiket kiszelektálok, azok két helyre mennek, tehát vagy kuka, mert már lejárt, rossz minőségű, megromlott, beszáradt, stb. Vagy elfogyott. A másik fele pedig ismerősöknek lesz, meg fogom hirdetni nekik a még működő dolgokat, hogy kinek mi tetszik. Még valamikor októberben volt egy ilyen ötletem, és megkérdeztelek benneteket, hogy lenne-e rá igény, hogy eladjam ezeket a dolgokat, de igazából azóta meggondoltam magam, mert hiába, nem is tudom, vannak köztük alig használt termékek, de vannak köztük nagyon használt termékek, csak már meguntam őket valami miatt, és nem tartom, nem tudom, etikailag jó dolognak, hogy ezért pénzt kérek el, úgyhogy ne kérje senki, hogy adjam oda, meg vegye meg stb. Meg hát Covid van, lehet, hogy becovidoztam az egészet, tehát hogy fogalmam sincsen. Úgyhogy szűk ismerősi körben lesz meghirdetve, és ennyi szerettem volna hozzáfűzni. Ezt szerintem majd a másik videóban is el fogom még mondani. Úgyhogy igazából ennyi, és kezdjünk bele a sminkszelektálásba. Szóval először akkor kezdjük is azzal, hogy hol van az én kis sminkes sarkom. Van egy ilyen négy fiókos, hát azt hiszem ez IKEA-ból van, Malmö, azt hiszem így hívják. Ez a dolog, és itt az első két fiókja sminkes, meg itt, ami a tetején van. Az alsó kettő pedig ilyen kézműves, cosplayes, úgyhogy most csak ezzel fogunk foglalkozni. És szerintem kezdjük az első fióka, amiben főleg az ilyen arcra való termékek vannak, tehát alapozó, korrektor, púder, pirosító, highlighter, kontaktlencse, egy kis körömlak, meg ilyen műszempilla, egyéb, itt pedig korrektor hátul, úgyhogy először ezt nézzük meg, hogy innen mit fogunk kidobálni. Az a baj ezzel a szekrénnyel, és majd talán le fogom cserélni, vagy átalakítom, még nem tudom, az, hogy csak eddig nyílik ki, de itt még van bent egy csomó hely, ahova tudok pakolni, és zavaró, hogy nem tudom rendesen kihúzni. Korrektorokat ebben a régi Bomb Cosmetics-es ilyen gyertyatartóban tárolom, és igazából innen semmit sem fogok kidobni. Ugyanúgy, ahogy az alapozók közül sem, mert hát ilyen borzasztóan rossz alapozóm nincsen, azt az egyet az Essence-től már kidobtam. Vannak itt sötétebb árnyalatok, világosabb árnyalatok, ezeket tudom kutyulni, és akkor jó lesz. Viszont ez egy ilyen kis mindenes tartó, ezek ilyen 200 forintos tartók a Yeezből, ezekbe tettem bele, az alapozók pedig egy Ferrero Rocher dobozban vannak, mert újrahasznosítás, és amúgy tök jól tart. Viszont innen egy pár dolgot ki fogok dobni, az egyik az Essence-nek a Glitter Primer, ami már réges-régóta lejárt, ugyanúgy, ahogy a Maybelline Total Temptation-em is elfogyott már, a Maybelline Falsies Lash Lift pedig teljesen elfogyott, úgyhogy ők kimennek. Majd vennem kell szempilla spirált, mert már csak ez az egy marad, de igazából innen minden marad. Hát van itt szemhéj alap, szemhéjtús, nem is tudom, ilyen kis kiegészítő bigyók. Púderből szintén nem fog menni semmi, mert most amik vannak, azok teljesen jók és korrektek, és a Fit Me-met már majdnem teljesen elhasználtam, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Viszont a pirosítóból ki fog menni egy pár dolog. Tavaly ezt a Makeup Revolution Chocolate hátot megtartottam, mondván, hogy majd, hogyha használom, akkor megtartom, de nem használtam. Úgyhogy ő biztos, hogy menni fog. Ezen kívül, amin gondolkoztam,
A Sleeknek ezt a hármas Santa Marina nevezetű pirosítóját már egyszer kiszelektáltam, majd visszahoztam, mert pont kellett ilyen árnyalat, úgyhogy ő még marad. Ezeket a Sleek pirosítókat nagyon szeretem, viszont lehet, hogy ezek a... Ugyan nagyon porzik, nem tudom. Látjátok azt a sok portot? Nagyon durva. De alapvetően egy jó pirosító. Ezt viszont átteszem a highlighteresbe, mert ennek a highlightere nagyon-nagyon szép, ez meg egy, hát pirosítónak nem mondanám, inkább maximum egy topper, úgyhogy átteszem a highlighterek közé. De ezt az Essence Metal Chrome pirosítót viszont ki fogom kukázni. Őt használtam kicsit kontúrozásra is, viszont fényes, tehát annyira nem tökéletes, de már nem tetszik. Úgyhogy ő is megy, és igazából minden más marad. Még ezen a Lovely Natural Blush-en gondolkozom. De ilyen nagyon természetes pirosítom nincsen ezen kívül, úgyhogy ő még marad. Úgyhogy ez nem is volt így olyan rossz. És akkor jöjjenek a highlighterek, ebből kettő ilyen kis tárolóm is van. Ezt a Revolution Skin Kiss-t, ezt ki fogom kukázni. Amikor ezt megvásároltam, bár azt hiszem ez szedben volt valami karácsonyi csomaghoz, nem volt egy rossz minőségű, de azóta sok más highlighter palettám is van, amit sokkal jobban szeretek, és ilyen fehér színű, úgyhogy ő megy. És ugyanez a helyzet ezzel a Champagne Kiss árnyalattal, ami egy ilyen rose goldos, van már hasonló, amit nagyon szeretek. Az Essence Metal Chrome is megy. Ez ilyen sárgának tűnik, de igazából ilyen aranyos, enyhe rózsaszín beütése van. Nem konkrét rózsgold, mert annál sokkal aranyabb, de van ebből is olyan, amit sokkal jobban használok, és sokkal jobban szeretek. És igazából ennyi. Ebben a másik adagban pedig a palettáim vannak, tehát minden, ami tényleg ilyen paletta kiszerelés. És... Ennek még adok egy esélyt, ez nyárra esetleg, ennek még egy esélyt adok. Ez a fehér rózsaszín, ez valami kurva jó. Nagyon durván pigmentált. Hát ez a zöld, ez nem a kedvencem, de zöld highlighternek teljesen jó. Őt nagyon szeretem. Kár, hogy ez már így nem kapható. Viszont ami innen el fog... Viszont ami innen el fog menni, ez a banános highlighter a 183D-től. Őt nagyon-nagyon szerettem volna megvenni. Leárazáskor véletlenül pont kifogtam. Viszont... Nem a kedvencem, nem az én bőrtípusomnak való, az én tónusaimhoz kicsit sötét, próbáltam, de nem, úgyhogy ő is megy, és helyette bejön ez, ami elvileg egy ilyen pirosító highlighter duo, ez a Praliné, de ez sokkal inkább egy ilyen sötétebb highlighter pirosító topper jellegű, és hát ha ide teszem, akkor sokkal jobban fogom használni. És igazából így a felső fiókkal végeztünk is. Mondom, csak pár dolgot akartam innen kidobálni, de szerintem sikerült. Úgyhogy térjünk át a szemhéjpúderekre, meg a szemhéjpúder palettákra. Itt se fogok túl sok mindent kiszelektálni, de már fejben megvan, hogy miket. És kezdésnek ez a három Disney-s Essence-es paletta lesz az, amit ki fogok szelektálni. Ez az Ariel-es, ez egy kedvencem volt, nagyon tetszett a színkombináció meg minden, viszont azóta lettek zöld palettáim, lila, sárga palettáim, tehát már nem szükséges, hogy ezeket megtartsam. Nem rossz ez a minőség amúgy, tehát az Essence-hez képest ez egy kurva jó minőség, de ahhoz képest, hogy olcsón, majdnem ugyanennyiért milyen más, még jobb minőségű palettákat szereztem be, ez így megy. A Tianát is azért tartottam meg, mert hogy zöldek vannak benne, de azóta ugyanilyen árnyalataim vannak. És a Jasmine-t pedig, ezekért a metal lilás árnyalatokért, de szintén hasonlóim megint lettek, úgyhogy rájuk már igazából nincsen szükségem. Aztán tovább haladva, itt van egy Makeup Revolution és Sofex Extra Spice paletta, és
Már tavaly is nagyon gondolkodtam, és tavaly is úgy voltam vele, hogy ha idén nem használom, akkor megy. Ez a két szín, az Infinity és a 21 a kedvenceim ebben a palettában, meg úgy cakkumpak, tehát ez az ezüst, ez valami elképesztő minőségű, viszont az összes többi színt nem igazán használom belőle. Ami miatt szerintem kár lenne megtartani, ezüstöm más palettában, azt hiszem a Book of Magic-ben is van. Igen. Tehát, hogy itt is van ezüst, annyi, hogy ez az extra spice-os, ez sokkal, de sokkal pigmentáltabb, ez pedig nem az, hogy nem pigmentált, ez krémesebb, ez pedig sokkal ilyen, hogy is mondjam, milyen textúrájú, de ezért kár lenne szerintem megtartani ezt az egész palettát. Úgyhogy ő sem marad. Ő rajta viszont nagyon-nagyon gondolkodom, de ő neki még adok egy esélyt idénre. Mint, ahogy látjátok, nagyon sok színt azért elhasználtam benne, a kékben is már majdnem ott az alja, itt a zöldben is már majdnem ott az alja, tehát látom benne a lukat. Viszont ilyen szivárvány színű palettám most már sok van, meg sok ilyen monokróm színű palettám van. Amiből hiány szenvedek, az talán a pink, de minőségben ez nagyon jó, ez a Revolution Regeneration Trends Mischief Matte, én csak Pro palettának hívom, de ő neki még most idénre adok egy esélyt. A La Belle UK szólás palettáját évekkel ezelőtt vásároltam meg, ez egy angol indie márka, és nekem nagyon tetszett ez a szín kompozíció, amikor Japánba mentem, 2,5 hétre ezt az egy palettát vittem magamra, és rengeteg fajta sminket el tudtam vele készíteni. Tehát natúrakat, extrábbakat, meleg, hideg árnyalatúakat is, viszont nekem már nem elég ez a minőség. Tehát ez egy nagyon jó paletta, tehát hogyha kezdőként egy jó minőségű palettát szeretnél, ez tök jó, viszont rengeteg más palettám van, ami körülbelül ugyanezt tudja, meg ugyanezekkel a színekkel, és ehhez nem nyúlok. Tehát, hogyha kell egy piros, akkor hiába van itt egy look, már nem ehhez nyúlok. Ha kell egy narancs, akkor már nem ehhez nyúlok, hanem más palettákhoz, úgyhogy ő is megy. Ó, a Sleek palettáim, de szerettem őket. A Sleek nem olyan rég megváltoztatta ezeket az Eye Divine palettáit, és most már nem ezek a kicsik, hanem ilyen sokkal nagyobbak, viszont színbe se tetszik, ahogy kinéz. Ahogy megszavacsolom, se tetszik, ahogy kinéz, úgyhogy nem vásároltam belőlük, viszont a régiekből, tehát ezekből a fajtákból is van olyan, ami nagyon benja, és van olyan, ami tök jó minőségű, úgyhogy legutóbb is válogattam belőlük, de most is fogok. Őt még megtartom, ő az Enchanted Forest, ami kvázi a hamupipőkének egy ilyen palettája. Ilyen kimondatlanul, de ez, de ennek jó minősége van. A Force of Nature az egy full matte paletta, de ő annyira nem jó. Alig voltam úgy használva, látszik rajta, ez egy limitált kiadás volt. Akkor a Goodnight Sweetheartot még lehetett kapni, de lehet, hogy most már ő már nem kapható. Ő egy ilyen sötétebb, ilyen dark romantika típusú. Ezt a szín nagyon szerettem, meg őt. Ezek ilyen kis duokrómosok, de hasonlóim szintén vannak már, és ilyen színeket nem hordok. Úgyhogy ő is megy. Végezetül pedig a Supreme Shangri-La, ami egy nagyon limitált kiadás volt. Amikor megvettem, már akkor is 1 vagy 2 éve nem volt, és tök véletlenül tudtam beszerezni. Nagyon tetszett, hogy ilyen kekik meg kékek vannak benne, viszont hát ez a két kék, ez nagyon rossz minőségű. Nagyon gyenge a pigmentáltságuk, és nagyon krétaszerűek porzódnak, és habár nagyon szeretem ezt a színkompozíciót, rossz a minősége, úgyhogy ő is megy. Jó, hirtelen mennyi hely lett itt a fiókban. Akkor van itt egy I Heart Revolution Mermaid's Heart paletta, amiből a sárgát szintén elhasználtam, de ezen kívül talán még egy-két színben nyúltam bele, hasonlóim szintén vannak. Ez a fajta paletta 4-es, ez nem volt rossz, tehát Makeup Revolutionhoz képest ez egy nem volt rossz, de már nem nyúlok hozzá, már legalább másfél éve, szóval ő mehet. És eljött ez a pillanat, hogy az Essence All About Paradise palettáját, ami immáron, én ezt még gimiben vettem, tudjátok mikor voltam? Gimis 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy hiába szeretem ezt a színt, ez a legjobb highlighter szín valaha, az összes többi lutri. Tudtam belőle egy-két szép szín,
Tudtam vele egy-két tök jó sminket megkreálni, de így ennyi. És mindegyik metálos, tehát hogy még egy mat árnyal sincsen benne. És eljött az idő, hogy 10 év után megszabaduljak ettől a palettától. Egy kis tapsot azért kérnék, köszönöm. És szerintem palettákból ennyi, itt azért elég sok helyen lett. Azért nem mondom, ügyes vagyok. Úgyhogy jöjjenek a mono szemhéj púderek, mert itt még van egy-két dolog. Legutóbb a fél color popos kollekciómat én kicsűrtem, mert ezek is 2008-ban lettek vásárolva, tehát nem most. És ezek a szuper sok szemhéj púderek, ezek ilyen különleges textúrával bírnak, viszont egy idő után kiszáradnak. És azokat dobtam ki, amik kiszáradtak, de már ezeknél is érzem, hogy nagyon sok ki van száradva. Viszont ugye volt ez a sleek transformeres pigmentes dolgom, és úgy döntöttem, hogy csak tényleg egy-két darab nagyon különleges színt fogok megtartani, az összes többi pedig megy. Úgyhogy ezek a kis mono, ezek nem azok, ezek maradnak. Ezt már nem mondtam ki, ez a túlsaj árnyalat, ez nem tudom, mennyire látszik, hogy ilyen nagyon darabos már. Ő a leggyönyörűbb kék metal árnyalat, amit valaha én láttam ezen a világon, és őt emiatt fogom megtartani, őt nagyon szeretem. Ő is marad, ő a telepati árnyalat. Ez egy ilyen nagyon fura szín, viszont ilyenemből nincsen szerintem másik, úgyhogy őt ezért tartom meg. Szupi, szóval ezt a négyet tartom meg, a túlsájt, a telepetét, Fooling Around, ami egy ilyen bordós vörös, egy nagyon meleg vörös, enyhe rózsaszínnel alatta, és a Caspot, ami egy ilyen fényes, ez a fura zöld, de nagyon szeretem. Úgyhogy ezt a négyet fogom megtartani, és mellé van még itt három sima mono szemhéj púder. Ez egy kínai cipős doboz tető, amiben ez van. Majd le fogom cserélni. De pont jó volt ezeknek a szuper sokoknak, nagyon sok is szépen elfért egymás mellett, viszont ennyi maradt, ami mono szemhéj púder, és nagyon büszke vagyok, úgyhogy ezzel is készen vagyunk. Nagyon jó! Szóval úgy döntöttem, hogy itt abba hagyom az első részt, és lesz majd még egy, ami erről a szekcióról fog szólni. De ez lett a végeredmény. Így. De ez lett a végeredmény. Ez azért nem rossz. Ez azért egyetlen nem rossz. Ezeket már tényleg nem használom, és vagy lejártak, tönkrementek, szóval nem kell, hogy megtartsam. De örülök neki, hogy azért ennyi minden sikerült kiszelektálni. Nem csak azért, mert helyett új dolgokat tudok venni, de tényleg felesleges megtartani valamit, amit nem fogok használni, úgyhogy egy like nekem. Úgy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Jó sok mindent kiszelektáltam, bár őket már nézegettem egy ideje, hogy ki kéne valahogy szelektálni, de örülök, hogy eljutottam ideig. Senki se háborodjon fel azon, hogyha olyasmit szelektálok ki, ami neki nagyon-nagyon tetszik, mindenkinek más a preferenciája. Csomó olyan termék van, amit régen nagyon-nagyon szerettem, és ajánlottam másoknak, viszont azóta nagyon sok minden új terméket próbáltam ki, és a nem tudom, sminkgyártás is fejlődik, és újabb textúrák, sokkal jobb termékek jönnek ki a piacra, olcsóbb áron. Szóval az, hogy valami mondjuk 2 évvel ezelőtt a kedvencem volt, és most kiszelektáltam, ez teljesen előfordulhat bárkinél, hiszen változnak a preferenciáink is, úgyhogy ezért senki se haragudjon meg. Viszont remélem azért tetszett nektek ez a videó, és várlak benneteket majd a második felében. Úgyhogy, ha nem akarsz róla lemaradni, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!